Családok és fiatalok költöznek külföldre a jobb élet reményében. Iván és Anna Milicsics a legidősebb szondi lakosok közé tartoznak. Gyermekeik külföldre költöztek, hiszen, mint mondják, a faluban kilátástalannak tűnt a helyzetük. Milicsicsék egy nyugdíjból élnek, amit Iván bácsi kosárfonással egészít ki. A mi falunk haldoklik, sokan voltunk, most alig vagyunk. Az emberek Németországba, Horvátországba és még ki tudja hova költöztek. 16 ezer dinár a nyugdíjam, jól jön a nyugdíj mellé, ha eladok néhány kosarat. A helybeliek külföldön főleg mezőgazdasági idénymunkát vállalnak, Németországban vagy Ausztriában pedig nem ritkán betegápolással foglalkoznak. Ezek az emberek horvát útlevéllel rendelkeznek, így nincs akadálya annak, hogy az Európai Unió valamelyik országában munkát vállaljanak. Itt csak az idősebbek maradnak, a fiatalok elmennek. Én is külföldön dolgozok, egy idősebb hölgyet ápolok. Másokról gondoskodunk, a sajátjainkat pedig itthon hagyjuk. Az elmúlt két évtizedben a szondi lakosok csaknem a fele külföldre költözött. A fiatalok azt mondják, a kivándorlás legfőbb oka az, hogy nincs munkalehetőség, sem társadalmi és kulturális élet.